estét kívánok, üdvözlöm Önöket a Kultúrcsebben. Művészileg, illetve szociális szempontból is különleges estnek adott otthont a Kultúrpalota elmúlt szombaton. Az Olimpikus Sportegyesület szervezésében mozgáskorlátozottak és siketek adtak tánc és dalestet, a meghívott Paradance tánc csoport és a püspökladányi Borsi Ádám mellett felléptek a Marosvásárhelyi Siketek Egyesületének tagjai, illetve Kelemen Attila, egy marosszentkirályi mozgássérült énekes is. Ettől az eseménytől elindulva beszélgetünk ma esti vendégeimmel, Jancsó Istvánnal, az Olimpikus Egyesület alelnökével, és Hegyi Ágnessel, akinek siket és értelmi fogyatékos kislánya fellépett az estén. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket! Kultúra korlátok nélkül, ezt a munkacímet adtam ennek a beszélgetésünknek. Arra gondoltam, hogy ahhoz, hogy adjuk meg az alaphangulatot ennek a beszélgetésnek, nézzünk meg egy bejátszást erről az estről előbb együtt, és majd utána beszélgetünk arról is, meg az estről magáról is. A korlátok nélkül. Lehetséges ez valójában? Tehát, hogy valójában le tudja dönteni a korlátokat, a tánc, az ének, azokat a korlátokat, amelyeket egy fogyatékkal élő ember érez magában? Igen, le lehet dönteni, mert minden szívből és lélekből jön. Nem számít az, hogy kerekesszékes, vagy siket, vagy akár szellemi fogyatékos. Az egészség belülről árad, idéztem korábbi szavait adott pillanatban.
Hát sok munkával, sok görnyedéssel át lehet lépni a határokat. Jancsó István kérdezni, hogy mennyire egyedi ez a kezdeményezés. Ugye nagyszerű volt ez az est. És Erdélyében, Marosvásárhelyen kívül vannak még ilyen kezdeményezések? Budapesten voltam 2004-ben, és akkor kerültem kapcsolatban a Gördülő Tánccsoporttal, és minden évben szoktunk szervezni fellépéseket Marosvásárhelyen, meg volt egy időben, amikor Erdély turnét is szerveztünk. Az idén pedig a Paradance Company tánccsoport volt, akik kerekesszékes táncosokból áll. A céljuk az a tánccsoportnak, hogy megmutassák azt, hogy a fogyatékossággal rendelkező személy, amiért kerekesszékben van, pont úgy tud művészi életet élni, pont olyan művészi tehetségei lehetnek, mint akármilyen más épp egészséges személynek. Ők a kerekesszékben be tudják mutatni, hogy most önmagukat tudják adni, az ő stílusokat tudják adni, és a zene és a tánc által át tudják adni az ő véleményüket az életről, a tudásukról, és ezáltal még közelebb tudnak kerülni az épp egészséges emberek felé, és elősegítik a fogyatékosság és az épp egészségesek közti fal lebontását. Vagyis előre segítik a társadalmi szociális integrálást, és kultúra területen is való integrálást. És ennek nyomán döntöttetek, vagy döntöttél te úgy, hogy ezt közösen, ide is... Közösen döntöttük, hogy nem egyedül döntök, közösen döntöttük, volt megbeszélünk, és úgy vállaltuk fel, hogy igenis, az idén is eljöjjön a Paradance tánccsoport. A tánccsoport 5 kerekesszékes férfiből és 5 kerekesszékes női személyből áll. A tánccsoportnak van egy nagyon szigorú és nagyon ügyes koreográfusa, aki kihozza belőlük a maximumot, el is panaszkodta a tánccsoport, hogy 3 óra próbálás után maximum 6 perc szünet, 10 perc szünetet kaptak. A tánccsoportban van Kátai Vera, aki a jelmezeket készíti, a stílushoz, a zeneszámhoz illő jelmezet készíti. Van mellette Molnár János, aki segíti a kerekesszékeseket felvinni a színpadra, levinni a színpadra. Például megemlíteném azt, hogy Marosvásárhelyen a kultúrpalotában nem volt rámpa a színpadra, és 3-4 ember kellett segíts, hogy felvigyék a táncosokat, ami elég szomorú. Hát ilyenkor derül ki az ilyen jellegű kis hiányosságok. Marosvásárhelyen tudtommal az Alfa Transzilván alapítványnál foglalkoznak a siketek művészi képzésével. Ez mit jelent? Nem, az Alfa Transzilvániánál tevékenykedik a lányom, tehát ő oda jár, mivel befejezte a kisegítőiskolába a 10 osztályt, nem volt hova tovább, és beiratkoztunk az alapítványhoz. A párja ő viszont, akivel táncolt, a Down Egyesülettől van, de viszont egy héten egyszer-kétszer találkoznak az Alfánál. És ez miben áll? Tehát ez a képzés, ez a... Az Erika tevékenysége, ez a mindennapi integráció, meg tevékenységek az ellátáshoz foglalkoznak, kézimunkáznak. Most... Tehát van egy tánccsoportjuk is, ami sajnos nem sikerült, hogy fellépjen. De reméljük, hogy a közel jövőben. Igen, tehát csoport van, 9 fiú van a csoportban. Ugyancsak itt az Alfa Transzilvániában? Az Alfa Transzilvániában, igen. Uh-huh. És hetente találkoznak. Nem tudom, hogy ez mennyire igényel speciális... Maga a foglalkoztatást. A mi tánc fellépésünk, tehát most egyáltalán nem tartozott az Alfa Transzilvániához, inkább a klub részéről léptek fel. Az olimpikus sportklub részéről. De például ezek a képzések, ezek mennyire hivatalosak? Tehát, hogy... Hát a táncoktató önkéntes egyetemista lány, aki heti egy alkalommal bejár, és tanítja a fiatalokat táncolni. Uh-huh. Tehát benne van az Alfa Transzilvániának? Igen, a programjában. Igen. Nagyszerű. Igen, mint szabad tevékenység. Uh-huh. De viszont a mi párunk, Erika meg Lacika, otthon a családnál, a Lacikánál, a szobába, az oktatóval együtt készültek 6 órát, szűk 6 órát, de látszott a színpadon, amikor felléptek, hogy kezdők, mert az oktató is fel kellett lépjen velük, meg a lépésekbe bemutasson, hogy hogyan tovább.
mert itt hozzáfűzöm, hogy a siketeknél ők nem halnak. Ők a zenét a dübörgésből érzik át, a rezgésekből veszik át, és ugyan ők is kifejezik magukból azt az örömet, azt a boldogságot, tehát nem voltak unszolva, hogy na gyere, mert ezt kell csinálni, szívből és lélekből csinálták. És mit jelent egy fogyatékkal élő gyermeknek részt venni egy ilyen műsorban? Tehát gondolom, mi végül is csak a végeredményt látjuk, de hát feltételezem, hogy emögött egy óriási, komoly munka felkészülésre. A mindkét részről, tehát az oktató is, meg a tanuló részéről is, de viszont ez egy örömet szerez nekik. Tehát maga a felkészülés Igen. Tehát szórakozásnak veszik, meg egyértelmű nekik, hogy mert egy szellemi fogyatékos azért nem ért meg mindent úgy, mint egy egészséges személy. De hogyha ő szereti azt, amit lát és hall és csinál, akkor az nem gond. A másik dolog pedig az, hogy nem ismernek ugye a színpadon, vagyis nincsen gátlásuk, vagyis ez, ahogy foglalkozik velük, nincs lámpa, nem volt lámpa, lezzük egyáltalán, és nem félnek, hogy most engem néznek. Úgyhogy. Mert sok kép egészséges emberben benne van az, hogy eladás előtt, fellépés előtt izgalom jobbra-balra, de náluk nem volt ez meg. Vagyis nyugodtak voltak, és ez nagyon jó köszönhet a koreográfusnak, aki foglalkozott velük, vagyis ez, hogy beléjük neveli ezt a nyugodtságot és ezeket a dolgokat. És mit jelent egy édesanyja számára látni a gyerekét a színpadon? Hát, könnyes szemmel néztem végig őket. Nagy öröm volt. Nem hittem soha, hogy egy ilyesmit elér a lányom, hogy színpadon táncoljon, vagy akkor a közösség előtt. És már ezzel bátorított ő engem, hogy igenis, nem adjon fel, ezt kell csináljuk, és így haladjunk tovább. És reméljük, hogy a jövőben még jobbak leszünk. Jó. És egy-egy ilyen kilépés a nyilvánosság elé inkább a sorstársakat célozza, vagy a többséget, a többieket? Például megemlíteném Borsi Ádámot, aki Püspökladányból érkezett Marosvásárhelyre, 25 éves, kerekesszékes énekes. Ő részt vett a Budapesten, a Csillagszületik versenyen, majdnem, hogy bejutott az élő showba is. És ő ezzel bizonyított a társadalomnak, hogy amiért kerekesszékes, attól még pont úgy tud énekelni, mint egy épp egészséges, és ezáltal biztatást ad a mozgáskorlátozott társai felé, vagy a fogyatékossággal élő társai felé, és az épp egészségesek felé, hogy nem a sajnálat, hogy jaj, néz, szegény kerekesszékben van, jaj, így úgy, hanem felbe bizonyítsa, hogy amiért kerekesszékben van, attól pont úgy tud ő élni, és pont úgy tud énekelni, vagy más programokat részt venni, kulturális rendezvényeken, lebonyítani és részt venni. Mert Ádámot sok helyre hívják fel, elég sok fellépése van. Bálokba szokták hívni, ilyen kisebb bulikba szokták hívni, vagy ilyen városnapokra is meg szokták hívni a Püspökladányban. És meg máshova is. Hát ugye mi most Ádámról beszéltünk, de volt egy helyi, egy Maros-Szentkirályi fellépőnk is. Egy kicsit pillantsunk bele a vele készült bejátszásba is. Oh,
teltház volt, úgy tudom, ezen az estén, úgy emlékszem, és hát mit jelent ez az Olimpikus Sport Egyesületnek? Hát ahhoz képest, hogy most Marosvásárhelyen a borfesztivál is zajlott, és még mellette volt még két rendezvény, nagyon sokan voltak, nem volt épp el, de nagyon sokan voltak, és az Olimpikus Sportklubnak ez egy eredmény, hogy elértük már ezt, hogy ilyen sokan eljönnek. Például nagyon sokan jöttek más megyékből is, voltak Aradról, Hargita megye, Kovászna megye, Aradról, Arad megyéből, Kolozsvár, Beszterce megyéből is eljöttek direkt, hogy lássák ezt a rendezvényt is. Máshol nincsenek ilyen jellegű? Nincsenek. Az országban volt egy próbálkozás Bukarestben, egy tánccsoport indítás, de utána nem hallottunk róluk már majdnem semmit. Uh-huh. Vagyis ez, hogy egy ilyen kulturális műsort megvalósítsál, egy pályázatokra van szükség, nagyon nagy anyagi háttérre, egy-kettő, nagyon jó felkészült koreográfusra, nagyon jó minőségű, aktív kerekesszékekre, mivel akik táncolnak, azok nem a standard kerekesszékben kerüljenek, hanem az aktívban, aminek a kerekük meg van így dőtve. Nem egyenes, hogy tudjanak jobban pörögni vele, jobban forgolódni vele a kerekesszékkel. És milyenek a visszajelzések? A visszajelzések, hogy hál' Istennek eddig pozitív visszajelzéseket is kaptunk, jönnek negatív visszajelzések, az nekünk az pont, az is jó, mert abból is mi is, hogy tanulunk tovább, többet tanuljunk, hogy mire, hogyan figyeljünk oda. De már elértük azt, hogy már mindjárt 5 éve, lehet, hogy már 6 éve is, ha jól utána számolunk, hogy itt vannak, és mindig megszervezzük a tánccsoport fellépését. És nagyon jó, hogy ez a paradenszáns csoport, ez most alakultak, nagyon jól dolgoznak, nagyon aktívak, és nagyon odaálltak, és vállalták a fellépést, hogy eljöjjenek. Ahhoz képest, hogy egy hónapja alakultak meg. És milyenek a visszajelzések a gyerekek, vagy a, nem csak gyerekek, hanem a résztvevő felnőttek részéről? Ez lenne hát mondjuk ezt inkább ők kéne megmondják. Nem ott voltunk benne a szervezésben, a háttérmunkában vagyunk benne. Hogy hát hogy érezzük, mert pozitív visszajelzések vannak tényleg ebből a szempontból. Egyre többen szoktak eljönni, tavalyhoz képest is sokkal többen jelentkeztek be az idén a rendezvényre. Úgyhogy, és más dolog az, hogy mi arra törekszünk mindig, hogy pályázatból megvalósítani, pályázatból, támogatásokból és adományokból megvalósítani. Nálunk sosincs belépő az kulturális előadáson. Uh-huh. Adományozásra akarnak, nem. Nem az a célunk, hogy most pénzt beszedni ebből, pénzt begyűjteni, hanem minél jobban hirdetni a rendezvényt, és minél jobban elősegíteni a kulturális társadalmi integrációt. És akkor végül ez segít a korlátokat ledönteni? Igen, nagyon-nagyon sokat segít, és nagyobb az érdeklődés is ezáltal, és jobban szocializálódnak, és jobban integrálódnak. És ez a célunk is, a sportklubnak is, a kultúra területén is olyan rendezvényeket szervezni, amelyekben meg tudják mutatni a fogyatékos mozgáskorlátozott személyek, vagy a fogyatékos személyek az ő tehetségeiket is. És milyen más rendezvényei vannak még az Olimpikus Sportklubnak? A klubnak megvan a rendhagyó Olimpikus Kupa. Már most az idén a 6. alkalommal szerveztük meg. A sporttevékenységeket szoktunk főleg szervezni, mert lényegben sportklub, és a tánccsoportprogram is bemegy, mivel sporttáncnak is megy be. Uh-huh. Úgyhogy emellett a klub szoktunk szervezni, az adó 200%-os kampányban is szoktunk venni. Amikor vannak a civil szervezetek kiállítása, az a civil vásárra szoktuk mondani a főtér, amit tartunk minden évben májusban, azon is részt szoktunk venni, meg voltak, meg részt vettünk a sportrendezvényeken, amelyeket más megyékben szerveztek meg, vagy más városokban. Az ifjúsági napokon is részt szoktunk venni, igen. Úgyhogy. És mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, említés esett arról, hogy van valamilyen vélemény, ami a puskáján megjelenik a gyerekeknek, illetve úgy általában mindenkinek a véleménye. Azt szeretném, hogyha hát ezzel... Ez a táncosoknak a... De ezt felolvasom, mert nem tanultam meg kívülről, hogy az egyik táncos azt mondta, hogy a tánc számunkra olyan, mint az élet. Néha könnyed, néha lágy. Néha lendületes és magával ragadó, de sosem adjuk fel. Aki reményben él, zene nélkül is táncol. Tánc közben az lehetsz, ami csak akarsz lenni abban a pillanatban.
Igen. Hát azt hiszem, hogy ezzel a gondolattal kellene zárjuk ezt a műsort. Én nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült eljönni. Amit megemlíték ezzel a gondolattal, hogy zárni, hogy például ott van a táncsoportban Mészáros Gabriella, aki látássérült, uh-huh. és pont ugyanúgy táncolt kerekesszékben, mint a többi társa. Igen. Vagyis 95%-ban látássérült, és tudta lépéseket, és megtanulta az új koreográfiákat, meg minden. Tehát akkor a kultúra végül is úgyhogy nincsenek akadályai a kultúrának. A korlátokat. Nyilván. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Mi is köszönöm. És további sok sikert kívánok a kislánynak köszönöm is, illetve az Olimpikus Sportklubnak. Köszönöm szépen önöknek is, kedves nézőim, hogy velem tartottak, viszont mielőtt elbúcsúznék, szeretnék még jó előre beajánlani egy rendhagyó vendégszereplést. Eperjes Károly, Kossuth Díjas színművész, az Igazat mond ne csak a valódi című zenés irodalmi estét tekintetik meg a Színház Határtalanul rendezvénysorozat keretében. Egy frappáns válogatást a 20. század istenkereső magyar költőinek verseiből. Gordonkán közreműködik Négyesi Katalin. Az előadásra október 23-án, kedden este 7 órától kerül sor a Maros Művészet Együttes termében. Jegyeket a Kultúrpalota jegypénztárában, illetve az előadás előtt a helyszínen vásárolhatnak. Én búcsúzom önöktől, várom önöket jövő pénteken is a viszontlátásra.